Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A napokban számíthattok arra, hogy valaki beleavatkozik a dolgaitokba, vagy parancsolgat neked, vagy nektek. És most bepillantunk a kártyák világába. Egy szerelmi jóslás. Itt ezen a képen a hold látható. Az utalhat az anyukára, az anyai érzelmekre, utalhat általánosan az érzelmekre, a vágyakra, az álmokra, a reményekre. Az is lehet, hogy valaki álmodik, vagy álmodozik rólad. De itt megjelenik a ravasz róka, tehát akkor is, ha megvannak az álmok, a vágyak, a remények, a háttérben van egy hamis személy. Ez lehet egy nő, de lehet egy férfi is, aki úgy figyelget benneteket. Itt a torony jelentheti azt, hogy fogva érzed magadat, vagy ő. Mert benne van egy bizonyos helyzetben, amiből ki kellene lépnie. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, és sajnos itt megjelenik a hamisság, ez a hamis róka. Tehát itt vannak korlátozások, fogva érzitek magatokat, vagy egy bizonyos helyzet, ami így szorongásokat vált ki. Itt van a háttérben a hamisság, és megjelenik a hold, tehát ügyeljetek az érzelmeitekre, hiszen a hold jelképezi az érzelmeket, kilépni a negatív érzelmekből, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, és a pozitív érzelmeket élni, a hit, a remény, az önbizalom, a szeretet. Ha ez sikerül, és ügyeltek az érzelmekre, akkor ez a csillagkép szerencsét hoz. Jelenti az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, vagy utalhat egy spirituális területre. Itt megjelenik a felhő. Valami még átláthatatlannak tűnik. Amit ez a felhő még jelent fél évet. Gondolj vissza arra, mi volt fél évvel ezelőtt. Mert lehet, hogy ez a helyzet, vagy egy bizonyos személy visszatér az életedben. Ugyanúgy, ahogy fél évvel ezelőtt ezt átélted. De utalhat a jövőre is, hogy te tervezel valamit úgy, ahogy a csillagokban megvan írva, ami szerencsét hoz neked, és fél éven belül ez megvalósul. Itt ez a kislány utalhat természetesen gyermekekre is, de szimbolizálja az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Itt lesz egy új kezdet, úgy, ahogy a csillagképekben meg van írva. Akkor is, ha még valami itt átláthatatlan, de így fél éven belül tisztázódnak a dolgok. Itt vannak, vagy voltak viták és veszekedések. Ez kellemetlen, ez a kártya, hiszen itt vannak fájdalmas emlékek. De
de itt a söprő, amivel ezt ki lehet söpörni. Így tisztázódik valami. Itt a torony jelzi azt, hogy ő, esetleg te, vagy mindketten itt fogva érzitek magatokat. De ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet, és ott vannak ezek a viták, veszekedések. Lehet, hogy nem nálad, hanem például nála. És újra megjelenik a hold, itt megvannak az álmok, a remények és a vágyak. Javulni fog a helyzet. De akkor el kellene ezt a toronyt távolítani. Ha itt egy hivatalos dologról van szó, akkor lesznek itt viták. De azt is jelenthetik a kártyák, hogy itt voltak fájdalmas emlékek, és ezek a fájdalmas emlékek fogva tartják őt. Holott megvannak az álmok és a remények, álmodik vagy álmodozik rólad, de fél attól, hogy beléptek egy párkapcsolatba, vagy lesz egy új kezdet, és akkor újra itt vannak a viták, jönnek ezek a fájdalmas emlékek, ami úgy fogva tart benneteket, mint egy labirintusban, és akkor keresi a kiutat. Az is lehet, hogy ő benne van ebben a helyzetben, és rólad egy közös jövőről álmodozik veled együtt, és te segítesz neki abban, hogy kilépjen ebből a toronyból, ebből a labirintusból. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!